Terézvárosi önkormányzati rovatunkat látják, köszöntöm Önöket. Mai vendégem Matyasovszky Zsófia, a Jó estét kívánok. Értelmi Fogyatékosok Egyesületének vezetője, napközi otthonának vezetője. Pont erről beszéltünk, hogy ezt nagy emberek is elkövetik, ha ezerszer nem konferáltam fel, akkor egyszer sem. Itt mindenki úgy ismeri nálunk, hogy Terézénó. Jó estét kívánok, kezit csókolom. Egy kicsit ünnepelünk majd a mai alkalommal, illetve visszatekintünk 20 évre, de beszélünk egy aktualitásról is. Az E10-ben volt egy esemény, illetve nem tudom, még látható-e, Fodor Gábor fotók kiállítása, tehát akkor teljesen aktuális. Én azt gondolom, hogy általában az emberek keveset tudnak arról, hogy milyen speciális módszerekkel, technikákkal lehet segíteni, vagy fejleszteni az értelmi fogyatékos embereket, gyerekeket, felnőtteket. Tehát ez nagyon érdekes lehet, ha erről egy kicsit beszélgetünk. De a filozófiáról először, ami alapján az intézmény 20 éve megalakult, majd pedig mai napig nagyszerűen dolgozik és fejlődik. Rendszeresen meg kell újulni, de induljunk a gyökerektől. A filozófiai gyökerektől. Igen, illetve a 20 évvel ezelőtti gyökerekről. Megmondom őszintén, hogy az a 20 évvel ezelőtti filozófia, amit akkor gondoltam, az valószínűleg már nagyon megváltozott. Tehát igazából nem tudnám én azt megmondani, hogy akkor mit gondoltam. Akkor egyébként azt gondoltam, elég hosszú ideig dolgoztam külföldön, hasonló területeken, és inkább azt mondanám, hogy a korábbi álmodozásaimat a szakmáról és elképzeléseimet igazolva láttam azzal a másfél évi angliai gyakorlattal, amit ott végig dolgoztam, és nagyon nagy bizalmat kaptam én ott tulajdonképpen ennek a hálózatnak, ez egy nagy intézményhálózat volt, ennek a hálózatnak a csúcsvezetőségétől. Ők 7 hónapig figyelték, hogy én hogy dolgozom, és utána egy ilyen csoport megbeszélésen azt mondták nekem, hogy bármit kérhetek azért a 7 hónapért, amit letettem az asztalra. Ők figyeltek engem, és bármelyik intézetbe mehetek, bárhová, bármit szívesen a kezembe adnak. Biztos, hogy jól fogom csinálni. És megmondom őszintén, hogy én nem tudom, hogy Magyarországon kik kapnak ilyen fajta dicséretet, vagy szóval ők nem dicsértek, hanem ezt ilyen nagyon szárazon és halálkomolyan mondták, és ez valahogy engem teljesen elképesztett, hogy azt gondolom, hogy itthon ilyen élményben az embernek nem igen van része, csak nagy emberek részéről. Na most én ezt, hogy nagy emberek részéről bizalmat kaptam, ezt is megélhettem, tehát nagyon sok, nagyon komoly szakemberrel dolgozhattam. Popper Péter tanár úrtól, Czeisel Endréig, írókat ismertem, és ők is úgy láttam, hogy bizalmat szavaznak nekem sok mindenben, amit csinálok. Tehát volt én bennem önbizalom, de igazándiból azért azt, hogy ilyen mondatokat fogok a saját munkámmal kapcsolatban hallani, ezt egyáltalán nem reméltem. Na most... De ez ad egy hatalmas lökést, nem? Vagy inkább, egy nagyon fajta érzelmi töltést? Inkább egy belső bizonyosságot, amitől, amikor az ember akár szakmailag is bizonytalan helyzetbe kerül, mondjuk például egy epilepsziás rosszul lesz, és ott van a roham, és már mindenki nagyon ideges, hogy most mi lesz, mert telik az idő, és mindenki kétségbe esik. Én akkor is, én emlékszem rá, hogy én elolvastam mind a szülőnek a nyilatkozatát, hogy néz ki ez a roham, és én arra emlékeztem, és halálnyugodt voltam. És azt hiszem, hogyha én nem lettem volna Angliába, és nem hallom ezeket a szavakat, akkor talán nem lett volna bennem az a bizonyosság, hogy igenis, én tudom, hogy mit csinálok. Hát akkor egyetért azzal, illetve ön is ezt tapasztalta meg, hogy magas színvonalú munkát, pozitív önbizalommal, vagy annak hiányában nyilván nem lehet végezni. Hát azt nem, az semmi szín alatt. És valami és nagyon komoly specialitása van ennek a munkának. Ugye az értelmi sérülteknél az a probléma, hogy a mentális állapotukban pont az intellektuális intellektualitásnak az a része, ami a verbális gondolkodás, tehát a szavakban kifejezhet, a gondolkodásnak a szavakban kifejezhető része, az eléggé sérült.
ettől az emberek azt gondolják, ugye ő nem tudja magát jól szóban kifejezni, azt gondolják, hogy nem érzékeli a világot megfelelő módon. De ez a legtöbb esetben nem igaz. Hanem valami egészen furmányos módon a dolgok lényegét elég jól látják ők is. Na most, ami nagyon kellemetlen lehet valakinek, hogy ők szépen keresztül néznek. Tehát olyanok az emberek körülöttük, mintha üvegből lennének. Tehát nekik nem lehet azt eljátszani, ami én nem vagyok. Uh-huh. És ezzel azt szeretné kifejezni, hogy belénk látnak? Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű példa. Sőt, annyira keresztül néznek rajtunk, hogy én hiába akarok eljátszani egy másik Matyasovszki Zsófiát. Nem, képtelenség. Ők elmennek mellettem akkor. Vagy ha mondjuk színleli valaki, hogy elfogadja őket, vagy kedveli őket, akkor egyszerűen nem fogadják el, mert megérzik, hogy az nem őszinte. És ugye nagyon furcsán, nagyon sokféleképp reagálhatnak. Például reagálnak úgy is, amin én eleinte nagyon csodálkoztam, amikor elkezdtem ezt látni és gondolni, akkor nagyon csodálkoztam, hogy rátesz, tehát még inkább fogyatékosnak játssza magát. Hogy még nehezebben tudja az illető elképzelni, hogy mégis most mit tudok ebbe a helyzetbe csinálni. Tehát gonoszkodni ők is tudnak, és nagyon-nagyon sok negatív élményük van, és sok gonoszkodást élnek ők át és túl. Tehát nekik nagyon komoly repertoárjuk van ebben. Úgyhogy ezen mondjuk én is, amikor már elkezdtem ezeket a dolgokat így látni, akkor én is elkezdtem csodálkozni, de tulajdonképpen ami igazándiból elindította bennem ezt a gondolkodást, hogy nem igen van konfliktusom. Én ezt nagyon régóta csinálom, és ugye amikor kikerültem Angliában, nem igazán tudtam angolul, és nem volt mégse konfliktusom, és ezen kezdtem meg gondolkodni, hogy miért nincs. Hát valószínűleg azért nincs, mert legtöbbször ugye azt szokták a szememre vetni, hogy fájóan egyenes vagyok. Ez nem baj. Hát nem tudom, mára megtanultam azért néha egy kicsit inkább hallgatni, de hogy ebben a szakmában, ebben a munkában ez biztos, hogy egy nagyon nagy előny. Pontosan egyébként az, hogy valaki kivételes módon egyenes, ahogy fogalmazott, az nem jelenti azt, hogy nem őszinte, vagy nincs tele szeretettel. Mert pont, hogyha speciális fogásokról beszélünk, akkor azért ez nagyon-nagyon komoly szakma, hogy percről percre akár ön, akár a kollégák, a szakemberek észrevegyék, és tudják értelmezni ezeket a reakciókat. Hiszen, ahogy említette, így kommunikálnak sok esetben. Igen, és ugye a hitelesség valahol ott jön össze azzal, hogy szakmai fogások. Nagyon sokat tanítottam, és én elsősorban a gyakorlati oktatást szeretem, azt szeretem csinálni. Tehát tereptanár voltam nagyon hosszú ideig. És vagy akár a fiatal kollégáknál azt láttam, hogy néha döbbenten áll és nézi, hogy most én mit csináltam, hogy ez működik. És akkor egy idő után rájöttem, és azt szoktam mondani, hogy ez rendes dolog tőled, hogy megfigyeled, hogy én mit csinálok, de ez nem, neked nem biztos, hogy működni fog. Tehát, hogy mindenkinek ki kell találni azt, hogy egy-egy szakmai fogás az ő személyiségén keresztül vezetve hogyan tud működni. Mert én például, ha mérges vagyok, akkor, ha igazándiból mérges vagyok, akkor nagyon halkan beszélek. És az az érdekes, hogy még amikor osztályt tanítottam, akkor is úgy volt, hogy én soha nem beszéltem nagyon hangosan, és amiatt, hogy halkan beszéltem, ugye fegyelem volt, mert érdekesnek kell lenni, és akkor odafigyelnek. Uh-huh. Ugye, és hogyha érdekes dolgokat mondott az ember, akkor ilyen feszült figyelemmel néznek ezek a kis általános iskolások is, és ha egyszer az ember érdektelen, akkor meg úgyse figyelnek oda. Valahogy én így érzem. Milyen szintű, most így elgondolkoztam ezen a reakciók megértésén, milyen szintű a magyar oktatás a szakemberek terén? Húha, ez most hogy érti, Pali? Tehát ha mondjuk, mert beszélt Angliáról, nyilván ott nem tudod, ott intézményben dolgozott,
hogy ott milyen fogásokat alkalmaztak az angol kollégák, illetve itthon milyen fogásokra vannak megtanítva a magyarok. Nagyon nagy a különbség, tehát nem lehet összehasonlítani. Én ezért azt is szoktam mondani, hogy ezek a kimegyünk 2 napra, meg 10 napra nézni, hogy ők mit csinálnak. Ez teljesen felesleges. Itt szerintem semmit nem lehet tanulni. Azt lehet tanulni, hogy jaj, de jó, nekik mennyi pénzük van, és mi ezt nem tudjuk meg. Ez így nem jó út. Ez egy felmenő rendszer, amit az angolok alkalmaznak. Helyesebben ez a fajta munka, ahol én voltam, ezeknek 100 feletti intézményük volt, és mondjuk Egyesült Királyságot mondjunk, és ne Angliát, mert Írországban is, Skóciában is vannak intézményeik, voltam ott is. A magyar gyógypedagógia az világcsúcs. Ezt ki kell mondani. Jaj. Kezdjük ott. Úgy szerettem volna ezt hallani. A magyar gyógypedagógia az világcsúcs. Ami egyszer egy szerbiai magyar kollégám fogalmazott meg nagyon jól. Voltak Szlovéniában és Ausztriában intézetlátogatáson, és azt mondta nekem, hogy tudod, Zsófi, semmit nem csinálnak másképp vagy jobban, mint mi. Ne, bocsánat, semmit nem csinálnak jobban, mint mi, csak az egészet nagyon másképp adják elő. És én azt hiszem, hogy igazándiból magához a munkához való viszony más. Nem a szakma, nem a fogyatékosok, nem hogy mit, hogyan fogalmazunk meg, hanem az alapállás a munkához. A napokban valaki arról faggatott engem, hogy ez most milyen munka, meg hogy... És mondtam, hogy jó munka. Ez is egy jó munka. Én nagyon sok mindent csináltam életemben, és én mindegyik munkát, ha egyszer elvállaltam, ugye én írtam alá a szerződést. Úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag felnőtt dolog, hogy az ember dolgozik. Viszonylag, jól tetszett fogalmazni. Igen, és akkor, ha egyszer aláírtam azt a szerződést, akkor nézzem meg, hogy a munkának, szóval miben léte a munkának, és tudom csinálni, nem tudom csinálni, és nem rögtön azt kell mondani, hogy ezt se tudom, meg azt se tudom, mert ugye minden munkát valahogyan fel kell tanulni. És az egy idő. És ha az ember eleve türelmetlenül áll hozzá, azt szoktam mondani, hogy a fiataloknál is mindenkinek mindig azt mondtam, aki terep tanárként hozzám jött, hogy meg fogjuk keresni, 2 hétig vagy nálam, meg fogjuk keresni, hogyha gyógypedagógus akarsz lenni, akkor ebből a szakmából melyik az az ág, ahol úgy fogsz kezdeni, hogy neked alkalmas, és nem egy, mit tudom én, fél év múlva csalódottan elhagyod a terepet, hanem szépen lassan megszereted. Mert biztos valamiért ide jöttél, komolyan akarod venni, és nem muszáj a legnehezebb ágával kezdeni a gyógypedagógiának. De szerintem minden munkával így van. Tehát én legalábbis olyan típus vagyok, hogy vezetői szemlélet. Abban a percben, hogyha egy munkát elvállaltam, akkor elkezdem megtanulni. Tudom, hogy rá kell dobni egy csomót. Például amikor idejöttem dolgozni, akkor én 5 évig alig mentem szabadságra. Csak kiírtam, de nem mertem elmenni. Mert nem értettem, és nem a szakmámhoz nem értettem, hanem az önkormányzati intézmény vezetéshez nem értettem, úgymond. Tehát, hogy ennek az egésznek a gazdasági háttere, jogszabályi háttere, stb. És akkor szép lassan, mikor megszereztem már annyi biztonságot, akkor kezdtem egy kicsikét... Szabadságra jelni. Egy kicsikét úgy gondolni, hogy most már nyugodtan rábízhatom a munkát, mert egyáltalán tudom, hogy mit bízok a munkatársaimra, és kire mit lehet, ugye? De bármit csináltam, tehát amikor zenemű boltban dolgoztam, akkor én azonnal tanultam azt, amit ott tanulni lehetett, úgyhogy mondjuk zenemű becsis vagyok, szakavatott, diplomám van róla, vagy mindig mindenütt tanultam, és hogyha elmentem külföldre, mert kiengedtek végre 1 hónapra, 3 év után, ugye emlékszünk ezekre az időkre, igen. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, én sajnos már koromnál fogva kell, hogy emlékezzek ezekre az időkre, akkor én abból 1 napot, 3 napot, 5 napot mindig bekéretőztem az idegen országba egy intézménybe, és mondtam, hogy ezt most szeretném megnézni, hogy ők mit csinálnak. És akkor nekem így például nagyon sok tapasztalatom van arról, hogy itt az elérhető országokban mit csinálnak gyógypedagógia címen. De ezt mondjuk senki nem fizette, nem nyafogtam, hogy most akkor fizessenek nekem egy utat, hanem így összekötöttem a hasznost. Egyébként
ez egészen biztosan egy nagyon-nagyon jó és használható út, ha az ember azzal a filozófiával él, hogy szeretne sok mindent megtanulni, mert lehet, hogy, mint ahogy említette, volt több foglalkozása, lehet, hogy az ott tanultak a jelenlegi munkájában abszolút hasznosak, ha úgy tetszik, csattannak vagy ütnek. Nem. Azt szerintem személyiségfüggő, hogy az ember a korábbi tapasztalataival hogyan ötvözi össze, mint a fogaskerekek, ugye? Uh-huh. Tehát nyilván, hogyha én úgy kezdtem, mondjuk az első hosszabb munkaidőm az egy zeneműboltban volt, akkor ott nagyon sok emberrel kellett pillanatok alatt kapcsolatot tudni, teremteni eredményesen, hiszen én el akartam neki valamit adni, ő pedig valamit keresett, és hát ugye nagy emberekkel, hát ezt még hozzátenném, a zenei élet krémje nem csak Magyarországon, hanem Európából oda járt, úgyhogy az egy hihetetlenül szerencsés és kiváló munka volt, igen. Ezért tud ilyen jókat nevetni, gondolom, mert pontosan a nehézségek mellett a különböző munkák szépségeit is meglátja. Hát igen, nem ezek voltak életem legnagyobb nehézségei, úgyhogy... Ha visszatérünk arra, hogy meg kellett tanulni intézményt vezetni, akkor beszéljünk egy kicsit először a kollégákról. A minden tekintetben közös a döntés, hogy valaki az intézménybe jön, majd pedig elmegy, vagy azért határozottan dönt? Pali a munkaerőkre érti, vagy az ellátottaikra? Nem, munkaerőkre, és aztán majd az ellátottakról szeretnék még sokat beszélni. Hát hála az égnek nem túl nagy a fluktuáció munkatársakat tekintve az intézményben. Átszervezések miatt vesztettünk el kollégákat, tehát most én is abban a helyzetbe kerültem, hogy el kellett küldeni kollégákat, hiszen integráltak minket a TEGOSZ alá. Szakmai munkatársak közül csak egyet kellett elküldeni, ami olyan borzasztóan nem fájt szerintem. Tehát úgy értem, hogy az a személyiség nekünk annyira nagyon nem hiányzik. És hát nem egyedül döntöttem el annak idején, amikor ezek az emberek jöttek hozzánk, hanem egy tímmel döntöttem el. És hát a demokrácia jegyében a munkatársak felvételénél is volt mindenkivel próbanap, és az ellátottak felvételénél is van mindenkivel próbanap. És különösen az ellátottakkal kapcsolatosan mindig mindenkit odaültetek. Azt ugyan megmondom, hogy az adminisztráció és a konyha nem beszél bele, de ők is ott vannak, és tudnélik, nem én vagyok az ellátottakkal napi 8 órát. Ugye? Igen. És igen, nekem az nagyon fontos, hogy ők mit mondanak arról, hogy a már eddig felvett ellátottak hogyan viszonyulnak az új ellátandóhoz egyrészt, tehát, hogy a csoport el tudja hordani az ő problémáit, és hogy látják a dolgozóim, az nagyon fontos. Mint hogy a döntések is fontosak. Hányan dolgoznak most a Terézérünkben? Most már nagyon kevesen vagyunk, 10 munkahelyünk van, de ebből sokan részmunkaidősök, és van, aki csak heti 2-szer 2 órát van ott, terápiás munkatárs. Ha ilyen kevesen vannak, nem tudom egyébként, csak gyanítom, hogy azért kellő rendszerességgel, pontosan a fejlődés érdekében egy-egy kurzus, egy-egy tanfolyam, az jól jöhet a szakembereknek. Ha ilyen kevesen vannak, akkor ezzel együtt van rá lehetőség? Hogyne, tehát először is kötelező, ugye? Azt hiszem, még most már úgy van, hogy a konyhában dolgozónak is van valami tanfolyamocska, amit el kell végezni, de olyan mázlim volt, hogy olyat vettem föl, aki azt már elvégezte. Nálunk, hogyha jön egy ilyen vizsgálat, akkor mindig azt írják be, hogy 100%-osan képzett munkaerő. Gratulálok. Igen. Hát lehetőség van. Muszáj. Meg természetesen kell. Én nem teltem meg velük ezt, mert hogyha most netán véletlenül valakit el kellene küldenem, én nem tehetem meg vele, hogy a szakképzetlensége miatt nem kap munkát.
lehet, hogy más miatt nem kap munkát, vagy nem talál, de ne azért, hogy szakképzetlen. Akkor kezdjük a gondozottaknál azzal, hogy ők hányan vannak jelenleg. 16 férőhelyünk van, és a tavalyi évben 18-an voltak, mert a törvény most megengedi, hogy a hiányzások miatt, szóval, hogy elosztva, ugye. De a tavalyi éven a jogszabályi változások miatt nagyon sokan elmentek tőlünk. Úgyhogy most éppen csak 14-en vannak a 16 helyre, és most jönnek majd sorba próbanapokra, akik kérték a felvételüket. Hány éves kortól hány éves korig lehetne gondozottak? 16 éves kortól, hát most nem tudom leblattolni, azt hiszem 54 éves a legidősebb. Én azt szoktam mondani, hogy amíg nincsen gerontológiai probléma, addig maradhat. Igen, mert hát ez másfajta speciális ápolást igénye. Tőlünk. Igen, igen. Tehát ahhoz mi nem értünk. Őszintén nem értünk. Olyankor, ha ilyen probléma van, ugye felelős szakmai döntés, akkor ilyen esetben egy ilyen idősebb gondozott, az hova kerülhet? Hát gondolom, ha még valamilyen családtagja felvállalja, akkor ez haza. Ez élethelyzettől függ. Ha nincs senki, akkor egy speciális öregintézmény? Hát már furcsa helyzetekbe bonyolultam, tehát amikor már csak egyetlen egy rokon van, vagy csak nagyon távoli rokonok vannak, akkor azért már előfordult, hogy nagyon nehezen sikerült azt a néha 3, néha 6 hónapot átvészelni, hogy törvényes is legyen a dolog, meg ne kelljen. Ugye a jogszabály azt írja elő, hogy akkor én értesítem a mentőket, és ebevitetem egy fővárosi intézménybe, vagy ahová tartozik. De most ugye a fővárosi intézmények szanaszét vannak az országban, általában majdnem, hogy határokon, tehát nagyon messze. És ez nagyon kegyetlen, különösen, hogyha az illető annyira jó állapotú volt, hogy tud egyedül közlekedni, akkor nagyon kegyetlen valakit elküldeni a fővárosból valami kis faluba. Én szerintem. Teljesen elveszti a környezetét, igen. A kultúráját, mindent elveszít, és amúgy is már ugye handicappel él, úgyhogy eddig, hála Istennek, mindenkit sikerült nagyon jól elhelyezni. De ez hozzátartozik, hogy vannak ilyen baráti kapcsolatok, és ezért elég jól ismerem az intézeteket, tehát tudom, hogy kitől kérhetek, azt is tudom, hogy hol vannak viszonylag nagyon jó helyek. Mennyi mindent kell tudni egy intézményvezetőnek, többek között baráti kapcsolatokat ápolni. De hát az életünk az már csak ilyen. Mivel korábban nagyon sok, akár országos oktatásban is részt vettem, szakemberek számára, tehát mondjuk más énok számára, vagy van ugye ez a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, ez a művészeti munka, amelyik meg országos, tehát ott is. Úgyhogy ezért mondjuk én nekem ez ilyen kivételes, hogy akár még más intézetvezetők is szokták kérdezni, hogy nem tudok-e valamit, ezt vagy azt. Hogyan kell elképzelnünk laikusoknak egy napot, mondjuk? Az én napomat, vagy az ő napjukat? Van azért van zongorázható különbség. Az ön napját el tudom képzelni, akkor gondolom reggeltől esti munka. Egy őrült, igen. Egyébként tényleg, mert akárhányszor az utcán találkozunk, valóban mindig rohanni tetszik. Mondjuk egy két szó, megbeszéljük, hogy jól vagyunk, és aztán úgy... De tényleg, ez érdekelne, reggeltől esti munka. Még az munka, én tempomhoz is hozzá tartozik, hogy ez a tempom általában, igen. Azért most már azt megtudtuk, hogy el tud menni szabadságra, tehát tud pihenni, és igen. Egyébként kikapcsolódásra mennyi energia marad? Önnek is töltődni kell. Én nagyon ügyes vagyok, én ezt nagyon kitanultam menet közben, hogy... Hát ma nem fog sikerülni, mert ma még utána az intézeti papírokat átírni megyek jogászhoz, tehát hogy ugye kontroll, hogy az mindennek megfeleljen. De vagy az, hogy egy kis henyélés, ugye, hogy akkor lassítás, de az általában akkor szokott lenni, amikor már összeszedtem valamilyen fertőzést, és így kerülget a betegség, akkor tudom, hogy nagyon gyorsan le kell lassítani. Vagy például én, hogyha mondjuk beülök egy...
a balettszakosoknak a vizsga előadására, akkor én onnan úgy jövök ki, hogy akkor van egy heti energiám, úgyhogy vagy valamilyen koncertre, vagy bármi, de most itt ne csak klasszikusra gondoljon, mert éppen most kinéztem magamnak egy együttest, akikről még nem túl sokat hallottam, de a leírás szerint, hogy milyen zenét játszanak, nagyon szeretnék holnap eljutni a műszibe este. Hát legyen hozzá szerencséje, és töltődjön fel, csak úgy, mint a balettszakosok vizsga előadása, akkor térjünk rá a gondozottakra. Mert gondolom, ott azért szét kell őket programokkal, vagy talán programokkal ez a leghelyesebb. Egy kicsit választani, nyilván egy 16 évessel másként kell bánni, mint egy 25, vagy 30, vagy 40, vagy 54 évesen. Ezt előírják a rendelkezések, hogy képesség szerinti csoportokat kell alkotni. Úgyhogy gyakorlatilag ugye 4 csoport van nálunk kb., 4 csoport, és akkor azt még aztán lehet másféleképpen is szétdobni a csapatot. De hát igazándiból ugye vannak, akik tudnak beszélni, és vannak, akik egyáltalán nem tudnak beszélni, és ez egy nagyon nagy különbség. És aztán utána ugye, hogy ezen belül milyenek az egyéb képességek, de hát aztán van nálunk 3 fiatal, akik súlyos látássérültek emellett, ott ugye egész más dolgok jönnek szóba. Van olyan, aki mozgássérült, és látássérült, és értelmi sérült is. Ajaj. Hát ajaj, ehhez képest szóló énekes. Tehát ugye azért meg lehet találni, hogy kivel mit lehet kezdeni, különösen egy ilyen kisebb csapatban, ugye? De valóban ügyesen kell. De azért én mindig azt gondolom magamban, hogy ez az egész olyan, hogy közöttünk is kell, hogy legyen munkamegosztás, mert végül is az az élet sója és az egy gyönyörűsége, hogy én tehetséges vagyok egyik dologban, maga Pali tehetséges egy másik dologban nyilván, és akkor ne azt próbáljuk csinálni, hogy én is ugyanabban erőlködök, és maga is ugyanabban erőlködik, hanem próbáljuk meg kitalálni, hogy ezt hogy tudjuk úgy összerakni, hogy mindjárt odébb is toltuk az egész tennivalót ügyesen és jól. Most én ugyanígy fogom fel ezt a munkát is, hogy mondjuk van, az igaz, hogy például a gondozónőinket annak idején úgy próbáltam válogatni, még korábban ugye hirdetést kellett feladni újságba, és akkor tudom, hogy mindig belejöttem, hogy kézügyesség, illetve ilyen irányú érdeklődés előnyt jelent. Ugye? Úgyhogy akkor most nálunk van 3 olyan gondozónő, aki nagyon érdeklődik mindenfajta kézműves tevékenység iránt. Én meg ezt támogatom. Tehát, hogyha van egy olyan tanfolyam, ahol valamilyen technikát megtanulhatnak, akkor elküldöm őket. És ma már olyan sok technikát tudnak, hogy ugye a kiállításainkon látszik, hogy elképesztően ügyesek és tehetségesek, és most már nagyon szép dolgokat tudnak csinálni. Most akkor ez úgy néz ki, hogy a fiataljaink tudják ezt meg ezt, és ők pedig ugye az alapdolgot, és ők már tudják azt, hogy hogy lehet úgy szétszortírozni a különféle munka fázisokat, mi az, amit kinek oda lehet tenni, hogy ezt te csinálod, és vagy felügyelet nélkül megcsinálja, vagy csak segítséggel és felügyelettel, és mégis az egész halad előre. Tehát így talán így meg tudom magyarázni. Tehát tulajdonképpen ez egy kérdés is lett volna, hogy mi a legjellemzőbb módszer, amivel mondjuk fejleszteni lehet, de ha már mondjuk erről beszéltünk, akkor... Türelem. Humorérzék. Van olyan, aki egyáltalán nem fejleszthető, pusztán csak gondozott, és oda kell rá figyelni? Hát ilyet ugye már nem szabad kimondani. Ez egy szakmai alapvetés, hogy ezt... Önnek nem, ezt nem szabad kimondani. Talán egy újságírónak, igen. De kérdeztem. De ha kínos, akkor nem válaszoljon rá. Nem volt még olyan mi nálunk, aki minimum ne változott volna pozitív irányba. Tehát akkor lehet. Ezt tudom mondani. Az egy hatalmas fejlődés. Hogy tulajdonképpen nem volt ilyen. És ugye vannak szakmai fogások, hogy hogyan lehet
valakit arra rávenni, viszonylag finoman elterelgetni egy olyan irányba, amivel a szocializációs szintje jobb, ugye, az már egy nagyon nagy nyereség, hogyha odáig eljutunk, hogy a csoporthoz jobban illeszkedik, hogy ő neki a teljesítmény. De mondjuk a türelemre mondanám példának, hogy volt nálunk olyan fiatal, aki 7 éven keresztül ott volt nálunk, és senkihez egyetlen egy szót nem szólt. És mi tudtuk a szülőktől, hogy ő otthon beszél. Ezt ugye aztán, hogy múlnak az évek, én nem, mert én már nagyon régen, még korábbi munkám kapcsán megállapodtam magammal, hogy amit a szülő mond a gyerekéről, azt higgyük el. Akkor is, ha soha nem látjuk, mert ő azt látja. Uh-huh. És ez most mindegy, hogy képletesen mondom, vagy konkrétan. Ő azt látja. És ugye mi erről a fiatalemberről hallottuk, hogy ő folyékonyan beszél. Aztán egyszer-kétszer ugye volt olyan, hogy jöttek a szülők, és mondták, hogy és mesélte, hogy ez történt. És akkor én néztem, hogy igen. Hát ahhoz képest, hogy egy szót sem szól hozzánk, és otthon még csak nem is az igazat mondod, azért ez nagyon kedves tőle, ugye? És akkor 7 év után egyszer csak megszólalt. És először ugye nem is vettem a lapot. Én hallottam egy vadidegen hangot, egy káoszba, ahol rengeteg ember volt rajtunk kívül. És akkor, amikor délután mentem a folyosón, és neki nyitva volt a szoba ajtaja, és akkor hirtelen leesett a tantusz, hogy csak nem ilyen ő volt az, aki hozzánk szólt ezen a hangon. És így, ahogy elmentem az ajtó előtt, így visszafele mentem 3 lépést, ránéztem, és azt mondtam, hogy te dumáltál az étterembe. Igen. Így. Uh-huh. És akkor gondoltam magam, hát ilyen nincs. 7 év után. Akkor utána elindult a dolgozók között egy szinte könnyes verseny, mikor fog már hozzám is szólni. Mm-hmm. Mondjuk, mert igen. A kegyes úr, ugye? Tehát a szürelem azért az... Mm-hmm. Kell is és lehet is. Nem kevés kell hozzá. Ez egy jó példa rá, gondolom. Beszéljünk egy kicsit másról így a beszélgetésünk végén. Látható egy nagyszerű fotókiállítás az ETIS-ben. Fodor Gábor, Fábián Gábor, fotóiból készült a kiállítás, ugye nem is először. És ha jól tudom, akkor 36 kép látható. A kiállításról, ha beszélgetünk egy kicsit, akkor hasonló hangulatú, vagy ilyen hangulatokat fog meg a fotó, vagy élethelyzeteket? Csináljunk egy kis kedvet a nézőknek. Hát ezek a fotók, mondjuk én nagyon sok az én munkám tematikájában készült fotót láttam életemben, és 3 embernek szavaztam ebből bizalmat. Tehát én úgy gondolom, hogy simán nagyon szomorú, borzasztó képeket gyártani fekete-fehérbe, ez felesleges. És nem egy jó megközelítés. Most ezek is fekete-fehér fotók, csak az a nagyon nagy különbség, hogy ugyanez a személy egy nagy fotón kétszer jelenik meg. Az egyik az amik az ő hétköznapi megmutatkozása, és a másik az, amikor átszellemül. Tehát valamit csinál, mondjuk akár színpadon szerepel, vagy valamit alkot, és átszellemült az arca, és akkor egy egész más személyiséget, vagy egy olyan személyiséget lehet látni a második képen, amit az elsőből egy olyan ember, aki nem ért ehhez a szakmához, és nem ismeri ezeket az embereket, nem gondolná. És ezért én ezt zseniálisnak tartom, ezeket a képeket, és szépek ráadásul. Szép képek. Nagyon fontos, mert több üzenete lehet a fotókiállításnak. Az egyik gondolom mindenképpen az, hogy akármilyen is az élet van szép oldala. Másik pedig az, ha ez sok emberhez eljut, akkor talán tényleg elindulhat egy konkrét nyitás az értelmi fogyatékosok felé, mert azért lássuk be, hogy ebben viszont még mi gyerekcipőben járunk. Nagyon-nagyon sok minden történt az utóbbi 20-25 évben, tehát mondjuk
én is azok közé tartozom, akik nagyon hosszú idő óta igyekeznek azon, hogy ez változzon. A társadalmi szolidaritás a fogyatékosság típusok mentén is leírható, és ebben az esetben vannak olyan fogyatékosság típusok, amelyek jobban állnak, és pont az értelmi sérülteknek nem annyira szerencsés a helyzete. De mondom, hogy nagyon sok pozitív változás történt az utóbbi évtizedekben, itt is, Magyarországon is, és hát ennek van egy kultúrája, egy viselkedési kultúrája, amit illene az épértelműeknek megtanulni. De ugye ilyenkor én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van saját baja, és egyébként rengeteg baja van az embereknek itthon, úgyhogy nem lehet előírni, hogy ki mivel foglalkozzon, és miben művelje magát. Előírni nem, de például ilyen rendezvényekkel hozzásegíteni őket, vagy terelgetni. Hát én nagyon igyekszem, és mondom, hogy a Fábián Gábort hihetetlenül tehetségesnek tartom, és nagyon nagy léleknek. Na most hozzátartozik, hogy ő nem csak fotoművész, hanem filmrendező, és azon kívül színházi darabokat is rendez egy olyan intézetben, ahol értelmi fogyatékos emberek élnek, és nagyon-nagyon jó színházi darabokat rendez, ezek mozgásszínházi előadások. Úgyhogy ő egy olyan lélek, aki ezt nagyon fogja, hogy ezt hogy lehet pozitívan bemutatni ezt a világot. Kicsit beszéltünk szépségről, azért ennek a kiállítás megnyitónak is volt egy ilyen szépséges rész, egy Omega dalt énekeltek jelnyelven? Hát ez érdekes megfogalmazás volt, mert jelnyelven ugye nem énekelnek, hanem az Omega darabnak a szövegét, de nekem ez tetszett ez az elszólás, mert, de hiszen, igen. Mert pont az volt benne az érdekes, hogy ott állt két értelmi fogyatékos fiatalember, aki megtanulta a jelnyelvet, azért erre szeretném felhívni a figyelmet, mert ez egy nagyon udvarias és gyönyörű gesztus, ugyebár ettől az iskolától és ezektől a fiataloktól, a tanárnőtől is, aki ezt kitalálta. És ott állt három ember, és vadul beszéltek tulajdonképpen, tehát vadul szöveget mondtak mind a hárman, és ugye totális csend volt. Helyesebben mi hallottuk a zenét és annak a szövegét, de ők totális csendben voltak. Tehát mondjuk, hogyha megtanultak volna egy verset, amit akkor elmondtak volna nekünk jelnyelven, akkor csönd lett volna. De ők mégis beszéltek, ugye? Igen, igen. Hát én azt gondolom nagyon régóta, hogy nem szabad így elkülönülni, ahogy itten mindenki elkülönül, meg próbálja maga kis sáncai mögé bebújni, és onnan valahogy nagy védelembe kitekintgetni, és úgy gondoltam, hogy igenis meg kell mutatni, hogy itt van kérem szépen két értelmi fogyatékos fiatalember, akik hajlandók jelnyelven tanulni, és ez szerintem nagy dolog. Meddig látható a kiállítás? Március 14-ig. Akkor még van minden idő. Minden nap 10-től 18-ig. Igen, és az a technika, ahogy a portán szólni kell, hogy kérem, nyissák ki a termet. És én mindenkit kérek, aki oda megy, hogy írjon a művész úr vendégkönyvébe. Én meg itt a 20 év alkalmából azt kívánom, hogy mindaz, amit tervezett, és még tervez, az váljon valóra, akkor legyenek ezek ilyen majdnem születésnapi felköszöntő gondolatok. Köszönöm szépen. Gratulálok a munkájukhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. További sok sikert, főleg erőt, főleg egészséget. Csókolom a kezét. Viszontlátásra, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Lement a 40 perc is.